Jól haladnak az új óvoda és bölcsőde építési munkálatai a Tisza István utcában. A beruházás forrásairól, a projekt keretében megvalósuló épületekről beszélgettünk június első napjaiban Tímár Zoltánnal, Mike Pécs polgármesterével. Jelenleg az építkezés egy olyan stádiumban van, ami már a vége felé közeledik. Látható itt mögöttem, hogy már a falszíneket választjuk ki, tehát a festéshez kezdünk hozzá. A hideg burkolások zajlanak, valamint a meleg burkolásoknak az előkészületei. Ezen túlmenően pedig még a gépészeti elemek elhelyezése van folyamatban, illetve ennek az épületnek van egy tetőteres beépítése is, ahová a tetőablakok elhelyezését tudjuk majd megtekinteni. A terület kihasználása érdekében döntöttünk úgy, hogy tetőtéri részt is építünk. Az egész épület egyébként alkalmas lesz majd arra, hogy a későbben bővülhessen fölfelé. Az építőnek, a kivitelező cégnek be kell fejezni a július hónap végéig ezt az épületet, át kell adni műszakilag. Azt követően a műszaki átadást követően megkapjuk remélhetőleg hamar az engedélyeket, és szeptember 1-jével már azok a gyermekek, akiket a óvoda vezető és az óvónők közösen eldöntöttek, hogy mely csoportok kerülnek ide, itt kezdhetik meg a nevelési évet, tehát a 2014-15-ös nevelési év 3 csoportszobája ebben az épületben fog majd megindulni. Most a kívülről megnézzük az épületet, egy felvonulási terület még, homokkal, porral, hogy lehet majd megközelíteni, milyen parkolási lehetőség lesz az épület körül? Természetesen parkolókat terveztünk mind a bölcsőde, mind az óvoda épületéhez elegendő létszámban. Mike Pécs önkormányzat a korábbi pályázatokban nyert egy betonelemgyártó gépsort, amellyel gyephézagos betonelemeket gyártunk. Ebből fogjuk kirakni a parkolókat. Egy másik projekt keretében nyertünk olyan sablonokra is pénzt, amellyel térkövet készítünk. Természetesen az önkormányzat a saját eszközeivel meg fogja valósítani, hogy pormentesen lehessen bejutni az óvodába. Ez azt jelenti, hogy mind a parkolófelületeket burkolni fogjuk, mind pedig az idevezető járdafelületeket a saját magunk által készített térkővel fogjuk majd kirakni, és ezeket szeretnénk a jövőben tovább is vinni. Ez azt jelenti, hogy a Tisza István utca teljes felületét szeretnénk ezzel leburkolni, tehát a járdafelületét, és folyamatban van az útfelület burkolása is. A jelenlegi pályázati rendszerben nincsen lehetőség aszfaltozott útnak az elnyerésére, viszont martaszfaltos technológiával kapcsolatosan különböző cégekkel tárgyalásokat folytatunk, eléggé előre haladott tárgyalásokat. Hogyha megvan a megegyezés, akkor a lakosságot fogjuk értesíteni arról, hogy milyen módon és hogyan tudunk közösen utat építeni itt a Tisza István utcán, hogy a jövőben, amikor szeptember 1-től megnyílik majd az óvoda, valóban pormentesen lehessen bejutni egészen a település központjától ide be a csoportszobába. Polgármester úr, az óvoda épületétől átjöttünk a néhány méterre mellette álló bölcsőde épületbe. Itt is zajlanak a munkálatok, mondjuk el, hogy itt hol tart az építkezés, illetve mit kell tudni magáról a beruházásról, milyen forrásból, mekkora forrásból épül ez a rész, hány kisgyermek számára? Igen, valóban nincsen messze egymástól a két épület. Nagy öröm volt számunkra, amikor megnyertük még annak idején a kistérségen belül az óvodát, illetve a bölcsődei pályázatunkat. Már akkor tudtuk, hogy ez célszerű egy helyszínre, vagy legalábbis egymáshoz nagyon közel megépíteni. Így az óvoda és a bölcsőde kiválasztásakor egy-egy hektár földet vásárolt meg az önkormányzatunk itt a Tisza István utca szélében. Az építkezés jól zajlik, július 31-ig ez a beruházás is be fog fejeződni, csak úgy, mint az óvodában a hideg és meleg burkolatoknak a felhelyezése zajlik, a festés munkálatai zajlanak, valamint kívül lehet látni, hogy a terasznak az építése van folyamatban, a hőszigetelés már felkerült, arra várunk, hogy még a stukkók megérkezzenek, és a külső színezések is el fognak indulni nem olyan sokára. A belső nyilászárók még azok, amelyek nem készültek el, ezeket egy-két héten belül a kivitelező el fogja helyezni, de kívülről már jól látszik azért, hogy a külső nyilászárók, amelyek műanyag szerkezetű nyilászárók, azok már behelyezésre kerültek. Ezen túl már természetesen a gépészeti munkák vannak folyamatban, csak úgy, mint az óvodában, itt is szolárrendszer kerül kialakításra, és megújuló energiával, tehát bálásszalmával fogjuk fűteni az épületet. Mindenre felkészülve azonban gázkazán is található az mind a két épületben, hogyha netán valamiért nem sikerülne sem a szolár rendszernek működnie, sem pedig a bálástüzelésű kazánunknak, akkor gázoló tudjuk fűteni az épületeket, tehát a biztonságos működés érdekében mindenre felkészültünk.
És ennek az épületnek van egy különlegessége, egy speciális terasz, amit polgármester úr egy pár perccel ezelőtt mutatott. Mit lehet erről a teraszról tudni, és miért különleges ez? Azért különleges, mert egy olyan gondozási hely a bölcsödénkben, amely a legszélső csoportszoba mellett található, és egy fedett, füves teraszt jelent. Ez nyilvánvalóan akár télen, akár nyáron használható a gyermekeknek az altatására, de különösen izgalmas, mert egy sajátos mikroklímát tud kialakítani, hiszen fedve van, az épületen belül található, igaz ugyanolyan, mint egy tornác, hiszen az épület alatt van, tehát a tetőszerkezet alatt van, és fűvel fogjuk borítani, amit nyilvánvalóan öntözni kell, annak van egy kis kipárolgása, tehát az ott meglévő mikroklíma egy nagyon egészséges környezetet fog biztosítani azoknak a kisgyermekeinknek, akik majd ott fognak pihenő időben pihenni. További jó hír a mikepércsiek számára, hogy az önkormányzat évek óta nem lankadó erőfeszítéseinek eredményeképpen rövidesen megkezdődhetnek a sportpálya felújítási munkálatai is, mondta el Timár Zoltán. Sajnos évtizedek óta nem megfelelő minőségű a focipálya a településünkön. Egyetlen egy célra kiválóan alkalmas, hogy a falunapokat megszervezzük ezen a helyszínen. Régóta próbálkoztunk pályázatokkal, sajnos nem nyertünk, azonban most sikerünk volt, mert ebben az esztendőben Hajdú-Bihar megyében azon három település közé tartozunk, amelyik nyert pénzt ebből a belügyminisztériumi támogatásból, mégpedig a legmagasabb összeget, 15 millió forintot nyertük. Ebből a 15 millió forintból hozzátéve az önkormányzatnak nagyjából egy olyan 5 millió forintos önerejét, tehát kb. 20 millió forintos összegről van szó, amiből teljes egészében a focipálya gyepszőnyegét kicseréljük. Ez azt jelenti, hogy a talajt is ki fogjuk cserélni, új talajt fogunk hozni, bevetjük, ősszel fűvel, és ezt végig fogjuk öntözni. Természetesen elengedhetetlen része egy jó minőségű focipályának a megfelelő öntözőrendszernek a kialakítása. A pályázat ezt is tartalmazza, valamint a meglévő régi öltözőnek a teljes felújítását, illetve egy 50 négyzetméteres bővítését foglalja magában. Mondok egy példát, például a bírói öltöző nem volt ebben a régi épületünkben, ilyen most bele fog kerülni. Egyébként ezt a szabály elő is írja, hogy egy ilyen helységben, egy öltöző helységben rendelkezni kell ezzel az épületen belül. A településünk egyébként nagyon sokat költ a gyermeksportra. Elsősorban nekünk a legfontosabb a gyermekeknek a sportolása, és ennek az egyik részlet, egyik szegmense a foci. A focistákkal együtt nagyon-nagyon régóta vártuk azt, hogy egy jó pályát tudjunk csinálni, és valóban úgy, ahogyan a foci csapatunk is, akár megye 3-ba, akár megye 2-be, ha feljutunk, vagy netán megye 1-be, de megfelelően tudja fogadni a vendégeket. Hamarosan elkezdődhet a gyűjtőút beruházás első szakaszának megvalósítása, amely többek között az autóbusz közlekedést is érinteni fogja. Tudtuk meg polgármester úrtól. Mikepécs település Magyarország második legnagyobb városához a legközelebb fekvő település. Nagyon régóta a tervünk az, hogy minél urbanizáltabb legyen, minél városiasabb legyen a településünk. A központból kiindulva szeretnénk ezt megvalósítani. Ennek az egyik lépcsője az, hogy a gyűjtőutat, ami magába foglalja az Óvoda utcát, a főtér egy részét, valamint az Orosz István utcát idáig, ahol jelenleg éppen állunk, ugyanis ennek a gyűjtőút rekonstrukciónak a végpontjánál vagyunk jelenleg. Ez az úgynevezett buszforduló. A buszforduló is a támogatásban részesített, a projekt támogatásban részesített részét képezi, hiszen ez a busz a Debrecenből kiérkező mikepércsieket szállítja be, illetve ki. Nagyon sok gyermekünk jár iskolában, nagyon sokan dolgoznak Mikepércsről Debrecenben, tehát ez a legforgalmasabb utcánk, az Orosz István utca. Ennek egy faltól falig történő rekonstrukciója fog megvalósulni. Ez azt jelenti, hogy új járdafelületeket, új aszfaltfelületet, valamint a víz elvezetést, a csapadékvíz elvezetést zárt rendszerbe le fogjuk vinni a föld alá, valamint a gyengáramnak, ilyen például az Invitel hálózata, vagy az erős áramnak, tehát a villanyhálózatnak a föld alá vitelét fogja jelenteni. Ezt követően már légkábeleket nem lehet látni ezen a szakaszon, kandelábereket fogunk elhelyezni, természetesen utcabútorokat is fogunk elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy kukákat, padokat fogunk kihelyezni, pihenőpadokat fogunk kihelyezni ezen az útszakaszon, valamint minden egyes becsatlakozó utcának a be- és kiforduló ívét meg fogjuk csinálni, hogy a ráfordulás kényelmes és biztonságos legyen. Természetesen a kapubejárókat is érinti a rekonstrukció, és azok is helyre lesznek állítva, vagy fel lesznek újítva.
Műszaki tartalmáról az útnak, tehát ez egy megerősített út lesz, szélesebb a jelenleginél, mit lehet erről tudni? Igen, vannak szakaszok, ahol szélesedni fog majd az út szélessége, hiszen megszegélykővel lesz majd ellátva, és kétsávos forgalom fog majd bonyolódni rajta a jövőben. Erre egyébként az önkormányzatunk 310 millió forintot nyert, és ebből valósítjuk meg. Egy kilométer hosszan fogjuk megépíteni, faltól falig, ahogy említettem, tehát a járdával együtt a Orosz István utcát és az Óvoda utcát. Ezt követően remélhetőleg a jövőben sok ilyen projektet tudunk még majd megnyerni, hogy minél biztonságosabbá tegyük és komfortosabbá tudjuk tenni mind a gyalogos, mind pedig a gépjárművel történő közlekedést a településünkön. A gyűjtő útfogalom az egy speciális fogalom. Mi alapján lett ez az út kiválasztva erre? A pályázatnak a kiírása tartalmazta ezt a megnevezést. Mi magunk szerettük volna, hogyha nem csak az Orosz István utca, hanem az innen tőlünk nem messze lévő másik feltáró út vagy gyűjtő út, a Széchenyi István utca is meg tud valósulni, meg tud újulni ebből a projektből, létre tud jönni az aszfaltozott útfelülete. Sajnos az nem nyert, mert azt nem támogatta, nem tudtuk beletenni a projektbe, így csak az Orosz István utca tudott benne maradni. Azért gyűjtő út, mert a településen összefutó utcáknak a forgalmát ez az út gyűjti be, és viszi föl a 47-esre, vagy fordítva a 47-esre érkező forgalmat, ez a gyűjtő út szórja széllyel a településen. A legtöbb utca ebbe az Orosz István utcába torkolik bele, vagy nyílik innen. Mikor kezdődhet a munka körülbelül optimális esetben, és mikorra fejeződhet be? Reményeink szerint néhány héten belül a kivitelező kiválasztása meg tud történni, majd ezt követően a kivitelezővel szerződéskötés, és utána pedig a munkaterületre való felvonulás. Én úgy hiszem, hogy következő év közepére, második felére minden munkával el fogunk tudni készülni. Az önkormányzatnak a régi orvosi rendelő hasznosítására is vannak elképzelései, mondta el polgármester úr. Sőt, immár egy nyertes pályázata is a tervek megvalósítására. Több éve már, hogy megépült az új egészségközpontunk, hál' Istennek most már egy 21. századi színvonalon tudjuk kiszolgálni azokat a betegeket, azokat a polgárokat, akik az egészségügyi központba jönnek el szolgáltatást igénybe venni. A régi orvosi rendelő természetesen bezárásra került, és ott az az épület a jelenlegi nem kihasználtság miatt folyamatosan romlik. Szeretnénk benne egy olyan funkciót belhelyezni, amely a közösséget mégiscsak úgy szolgálja, mint ahogyan szolgálta korábban is. Ezért azt találtuk ki, vagy pályázati kiírásnál, hogy Mesekuckó fedőnév alatt egy olyan közösségi teret hozunk létre, amely a jövőben a gyermekeknek egy játszóházat, egy játszóhelyet tud majd biztosítani. És ebből a régi orvosi rendelőből, ami állt a rendelőből, a váróból, az előtérből, illetve a mosdókból ki fogunk alakítani egy olyan helységet, ahol lesz egy zuhanyzóval egybekötött vizes blokk. Nyilván az előteret azt meghagyjuk. A régi váróban egy mini konyhával ellátott felületet alakítunk ki, belül pedig hát mondjuk egy játszószobaként tudnánk apostrofálni azt, ami a rendelőnek a helyszíne volt. A pályázaton 2 millió forintot lehetett megigényelni, mi azonban merészek voltunk és egy nagyobbat álmodtunk, sikeres is volt, mert nem 2, hanem 3,2 millió forintot nyert az önkormányzatunk. Természetesen az önerőt, az áfát az önkormányzatnak kell állnia, ezt mi bele is tesszük. Már helyi vállalkozókkal egyeztettünk arról, hogy ezt a kivitelezést hogyan és miképpen tudjuk megvalósítani, abból az összegből és a terveket összehangolva a rendelkezésre álló forrással mit tudunk megvalósítani. Kiderült hamar, hogy vannak még olyan tételek, amelyekre szükség van, ezért még egy millió forinttal megtoldjuk ezt az összeget, de így egy hőszigetelt, teljes nyilászáró cserével ellátott, új padlófűtéssel ellátott felületek fognak létrejönni belül. A belső nyilászárókat is ki fogjuk cserélni, és a Mesekuckó fedőnév alatt tulajdonképpen egy olyan épületet hozunk létre, amely tud funkcionálni akár úgy is, mint egy szolgálati lakás.